Megérkezett az első deszka szállítmány ide a Kiskunhalasi Vári Szabó István szakképző iskola Kőrösi úti asztalos műhelyébe. Mindebből a faanyagból a tervek szerint az asztalos fiatalok, a tanulók madárodukat készítenek. Az intézmény ezzel szeretne bekapcsolódni egy környezetvédelmi projektbe, melynek másik résztvevője a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület. Ezek a felvételek már a Vári auditoriumában készültek, az intézmény itt tájékoztatta a diákokat az összefogásról. Nagyon önünk részt vettünk ebben a projektben a Zöld Közösség természetbeli Egyesülettel és a Kiskonsági Nemzeti Parkkal. A tanulóink a gyakorlati oktatás keretein belül madárodukat készítenek, kb. 150 darabot. Ezzel is gyakorolnak, gyakorolják a szakmájukat, és kicsit a környezet tudatosság is beépül a mindennapjainkba. Gregus Viktor a projekt egyik irányítója úgy gondolja, a jó cél érdekében nagyon szép összefogás körvonal, az Egyesületünk a Nemzeti Parkkal összefogva, illetve a város engedélyével a városunk területén már évek óta számos madár dút helyez ki. Nem titkolt szándékunk az, hogy, és ez az önkormányzatnak is szándéka, hogy a Madárbarát települések címre nevezzen be a Kiskunhalas városa. Ennek apropóján is, de elsősorban a madarak és természetvédelem miatt kezdeményeztük ezt a projektet. A fiatalok nem csak odukat készítenek, tevékenyen részt vesznek majd az intézmény környezetvédelmi projektjeiben is. Az egyik ilyen a madarakról szóló tájékoztató volt. Tartunk erről most egy előadást, hogy Kis Tamás madarász csapattagunk tart róla egy előadást, hogy melyik madárfajoknak milyen fajta odukat érdemes kihelyezni. Ezeket az odukat fogják ledár, legyártani a diákok és ezeket fogjuk majd a Nemzeti Park közreműködésével alkalmas helyszíneken kihelyezni a városon belül, és hát nyilván az értékesebb fajok természetvédelmi szempontból pedig a városon kívül vannak, vércse, szalakóta, kuvik, ilyesmi odúkat, ezeknek szánt fogunk kihelyezni alkalmas területeken. Kis Tamás Madarász bízik abban, hogy az összefogás eredményes lesz, így néhány éven belül jelentős állománygyarapodás történhet a térségben két külön projektbe gondolkozunk, egyik a városon belüli, egyik a városon kívüli. A városon belül elsősorban cinegének, verébnek, esetleg seregének, ezek azok a fajok, amik itt jó eséllyel elfoglalják az utukat. Ebből is ugye a kék cinegének a kisebb méretű audubi, a B a nagyobb, az pedig a szén cinegének az, ami elsősorban megfelelő. Ezek nélkül is azért a cinegék megtalálják többnyire a fészkelő helyet, tehát a postaládába, a falra felakasztott csizmába, tehát nagyon sok helyre, üregbe most már bele tudnak fészkelni, de odakint a, a kint a városon kívül, például a szalakótáink, ők ugye kifejezetten a ilyen öreg fák, fás legelők Ö, nagyobb méretű üregeibe szeretnek fészkelni, ilyenek már nem igazán vannak térségében, sőt, mondhatnám úgy, hogy országszerte nagyon megritkultak, és számukra kifejezetten egy segítség. Elég, ha csak annyit mondok, hogy ö, tíz évvel ezelőtt, mikor elkezdtük a szalakóta a itt Magyarországon, akkor olyan 800 párra ö, becsültük az állományt, most tíz év alatt így, hogy több ezer adót kihelyeztünk, így most már 2000 párra ö, számoljuk, tehát hogy hatalmas nagy segítséget tud nyújtani, nyilván fajtól függően.